Nem tétlenkedett az ETOFC a bajnoki szünetben, zajlott a munka a klubházban, de azért pár nap pihenő is belefért a srácoknak. Tímár Krisztián csapata az előző meccsek hibáit szeretné javítani vasárnap, hiszen a tabella alsó felében lévő csapatok ellen nehezebben ment a játék. Sajnos a három meccsből nem jöttünk ki jól, utána kaptunk pár nap pihenőt, és most jöttünk vissza, kedden már edzettünk, úgyhogy most már ezen héten full a Diós Győre készültünk. A feladat nem lesz könnyű. A DVTK jelenleg vezeti az MB2-es tabellát, ráadásul 8 mérkőzés óta nem kaptak ki, így könnyű meccsre biztosan nem lehet számítani. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat most az idén, jól összeálltak az új edzővel, nagyon sikeresek sok jó játékos van ott, azt gondolom nekik a legfőbb céljuk az, hogy megnyerjék a bajnokságot, de szerintem mi is vagyunk ugyanolyan jó csapat, mint ők, nyilván ez a tabellán nem mutatkozik meg, de az a célunk, hogy ezt a hátrányt ezt csökkentsük, és minél közelebb kerüljünk hozzájuk. Az etónál jelenleg soka sérült, ez nem könnyíti meg a szakmai stáb dolgát. A kapusposzton például már biztosan lesz változás, Ruiz Barnabás várhatóan visszatér a kapuba az elég rendkívüli, hogy, hogy két kapus is megsérül, de igazából nem izgulok, ezért edzettem igazából, szóval, szóval úgy kezem ezt a meccset is, mind a többit, beraktam a munkát, úgyhogy nem lát baj. A cél egyértelműen az, hogy a három pont győrben maradjon, ehhez pedig stabil játék kell és gólok. Én arra számítok, hogy ugye egy bátor játékot fognak fölvállalni, nem hiszem, hogy mondjuk a, a a Mosó-Magyaróváros hasonló játékstílusban fognak eljönni. Nyilván egy stabil csapatról van szó, jó játékosokkal, akik, akik bátran fel fogják vállalni a, a támadó focit is, ha kell. Bízom benne, hogy egy közönség szórakoztató jó mérkőzés lesz, de bízom abban is, hogy megtaláljuk a góllövő cipőt, és hogy gólokat fogunk tudni szerezni. A találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik.